hard to wake up. Being alone, easy, easy. Pull out your heart to wake up. Kevés alkotó találta meg magát ennyiféle művészeti ágban. Grafika, linómetszet, fotó, szobrászat, zene, festészet. A Füleken élő és alkotó képzőművész Kovács Péter alkotásai során az emberi létre ügyel. Szerinte a művészet az, amikor az ember felismeri azt, ami élteti, és semmilyen nehézség hatására nem tér le a helyes útról. A meztelenség és az emberi test központi szerepet játszik művészetében, ami sokszor az emberi őszinteséget szimbolizálja nála. A képzőművész 2015-ben megkapta a 33. Salgótarjáni tavaszi tárlaton a Nógrád megyei önkormányzat díját, melynek vonzataként ebben az évben a Dornyai Béla Múzeumban egy önálló kiállítással jelentkezhetett. Absztrakt és figurális képeket egyaránt tartalmazott a Törékeny címet viselő kiállítás, amelyet szeptember 23-a és október 8-a között lehetett megtekinteni. A hiperrealizmus irányzatát is megidéző fotografikus stílusban festett képek a lelki befelé fordulás elmélyülésének testi, illetve spirituális megtapasztalásáról szóltak. Az önmagukba forduló női alakok egymásra rímelő, centripetális embriópózai, valamint a fotografikus módon megfestett portrékról ránk tekintő kifejező tekintetek egyaránt létünk belső törékenységéről árulkodtak. Nem nagyon szeretem a dolgokat tudatosan irányítani, ami persze a megrendelések alkalmával megtörténik, amikor szinte minden részletet egészen át kell gondolni, azért, hogy megfeleljünk annak a megrendelőnek, de például én vállalatokat sem szeretek pont azért készíteni, mert én ezt úgy érzem, hogy a vázlatra azok is ki tudnak hűlni. Amikor az ember megrázolja, amikor ráviszi a vászonra, a rajzlapra, akkor még az élő, de hogyha én egy nap vagy egy hét után leülnék a kép festéséhez, ottan már egészen más érzelmek játszódnak bennem, sok minden változik, sok minden megmarad a régi, úgyhogy én igazából akkor szeretek megélni, alkotni, eldönteni a dolgot, amikor már maga a képet festem. Számomra akkor a sokkal élőbb. És ami a fizikai ilyen befordulóságot illeti, az is valahol intuitív és tudatos is, már csak az véget is, mert így szintén utalnak az embernek a lelkére is, mert nem csak fizikai testek vagyunk, és amúgy itt a kiállításon szerepel is két képem, melyet valójában eleve a reinkarnációra is szerettem volna utalni. Épp ezért nem egy öreg bácsi és kisfiúról szól ez a két portré, hogy négy életről szóljon. Az idősebb bácsival kezdtem, és a fiatal hölgy lényegében a jobb oldalon lévő kép. Nemiséget is megváltoztattam, és valahol az időt is, tehát a fizikai, az életünknek az idejét is, mert szerettem volna utalni a újjászületésre is.